ilyen technikai szünetet engedjetek meg nekünk, mert hogy a hangszert be kell állítani, meg a hangomat, hogy ti jól hallhassátok odakint. Rendben? Úgyhogy ha annak vége, akkor már is kezdem. Az nagyon sok, mert életben szajtózatni neki az, hogy lassan, és meg nem és nem kell gyorsan hozni a második fogást, hanem lassan kell hozni a második fogást. Egyébként nem tudom lassan, mert ötlet is, hogy a második fogást, nem is mondom, mert ezt hallom állam, tehát lehet, hogy sokkal jól hallottak?
voltatok odakint? Igen? Hát akkor ez nagyon klassz, mert ez azt jelenti, hogy akkor a technikus bácsik már meg is tudták varázsolni a hangszert, meg a hangomat, és akkor kezdetét veheti a móka és a kacagás. Jó, nekem jó. De az én nekem jön be. Ez nekem így most jó? Így jó. Na még egyet kipróbálunk gyorsan, egy dalt, hogy jól halljátok-e azokat a hangszereket is, amiket egy CD-re varázsolva hoztam el nektek, és akkor utána ígérem már, hogy elkezdjük a mulatozást. Istenéltessen sokáig, a füled nőjön a bokádig, legyen vidám az életed, ezt kívánjuk neked. Istenéltessen sokáig, a füled nőjön a bokádig, legyen vidám az életed. Nekem csak ebben jön a hang. Egy kicsi a mai, és ez alapján nagyon szépenet hangosan, hogy ide van fel. Olyan mindképpen az álmokhoz köszönjük. Mindkét kettőből a hangjelet kifonat lejjön. Nyugodnak neked, lelkékkel kergető szél. Na hát akkor, ahogy ígértem, most már be is állítottunk mindent, és akkor el is kezdjük. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, még egyszer. Engem Fruzsinak hívnak, és ki tudja, hogy miért jöttem el ma ide hozzátok. Na vajon kinek van ötlete? Azért, hogy táncoljak? Hogy énekeljek elsősorban, de táncolni is fogok. Na, hogy egy kicsit jobban én is megismerjelek titeket, tegye föl az a kezét, aki szeret énekelni. Hadd lássam, magassa. Ilyen kevesen? Ó, de jó. Ilyen kevesen csak? Na hát. Akkor most azt tegye föl a kezét, aki szeret táncolni. Jaj, de jó, hát itt már többen vannak. Akkor azt tegye föl a kezét most, aki szeret kiabálni. Szuper! És aki szeret tapsolni. Nagyon, hát jó van, azért vagyunk egy páran, ennek nagyon örülök. Gyerekek, azért azt megmondom nektek, hogy nyugodtan jöhettek ide elém ám, mert hogy én nagyon-nagyon szeretek közben veletek beszélgetni, meg nagyon szeretem ám, hogyha itt vagytok a közelemben, úgyhogy hátulról is bátran gyertek közelebb ide hozzám. Már nagyon örülök azoknak a kisgyerekeknek, akik itt vannak. Szia! És csak majdnem ugyanolyan a szerkónk. Hát ez nagyon jó. Na de közben is jöhettek. Na de akkor elkezdjük, ahogy ígértem, most már a sokat gyere mondom, tudom, de most tényleg elkezdjük. Képzeljétek el, tegnap éjjel egy nagyon, de nagyon különös álmot láttam. Tegye föl a kezét, aki szokott álmodni. És mikor szoktunk álmodni? Éjszaka bizonyám, lefekszünk, behunjuk a szemünket, és elrepülünk álomföldre. Na hát, elmesélem nektek a tegnap éjszaka álmodott álmomat. Nagyon füleljetek, figyeljetek, és aztán majd ti megmondjátok, hogy szerintetek jó álom volt, vagy rossz. Ezt hallgattam lefekvés előtt. Uha! Na már is meg fognak érkezni. Nem tudom, hogy miért késhetnek ezek a hangszerek. De hát, hogy azt szeretnék, hogy ne énekeljek. Á, az biztosan nem szeretnék. Na és akkor még azt mondjátok el nekem, amíg tényleg ide érnek ezek a hangszerek. Mondjad! Hát képzeld el, hogy énekes vagyok, bizonyám. És emellett óvónéni is vagyok, képzeld el. Úgyhogy van nekem egy csoportom, és minden reggelben megyek a gyerekekhez, és énekelünk, mondókázunk, meséket mondok, meg ilyesmiket csinálunk, ilyen csodaklassz dolgokat. Na szóval azt mondjátok még meg, hogy inkább jókat vagy rosszakat szoktatok álmodni. Tegye fel a kezét, aki inkább jókat szokott álmodni.
Hú, sokan vannak. És aki inkább rosszakat? Olyan is van? Na hát. Mind a kettőt szoktad álmodni? Komolyan? Na hát, figyeljetek rám. Most akkor arra gondoltam, mert így jeleztek nekem a technikus bácsi, hogy lehet, hogy most ezek a hangszerek egy kicsit késni fognak, mert varázsolni kell velük, hogy akkor elővegyem addig a gitáromat? Jó, akkor melegítsük be együtt a hangunkat szerintem. Mert hogy azt mondtátok jó sokan, hogy szerettek énekelni. Na, ismeritek-e azt a dalt, hogy... Én elmentem a vásárba fél pénzzel. Na, képzétek el, itt már előlénekli. Na, tegye fel a kezét az, aki így ismeri. Ilyen sokan. Na hát akkor, aki ismeri, az jó hangosan énekelheti, jó? Na figyelj, elkezdjük még egyszer, és szerintem vegyünk először, valami ott történt, mi is megtartjuk. Szóval, vegyünk először tyúkot, jó? Na figyelj. Én elmentem a vásárba fél pénzzel, tyúkot vettem a vásárba fél pénzzel, tyúkom mondja a kitrágot, kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Na most mit vegyünk? Mondjad! Egy kakas, hogyha már tyúkon, legyen kakas is. Na figyelj! Én elmentem a vásárba fél pénzzel, kakast vettem a vásárba fél pénzzel. Kakas mondja, kukurikú, tyúkom mondja, kitrágot, kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Na és akkor most milyen állatot vegyünk? Vegyünk cicát, na figyelj! Én elmentem a vásárba fél pénzzel, cicát vettem a vásárba fél pénzzel. Cicám mondja, miau, kakas mondja, kukurikú, tyúkom mondja, kitrágot, kári kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Akkor egy utolsó állatot, lovacskát. Jó, na lovat teszünk, figyelj! Én elmentem a vásárba fél pénzzel, lovat vettem a vásárba fél pénzzel. Lovam mondja nyi-ha-ha, cicám mondja miau, kakas mondja kukurikú, tyúkom mondja kitrágot, elfogyott a fél pénzem. Na ez volt a bemelegítés, jó? Mert hogy most akkor visszatérünk arra, amiről az előbb beszéltünk, az álmomhoz, amit most elmesélek nektek, s jól füleljetek, és majd ti megmondjátok, hogy szerintetek jó álom volt, vagy rossz. Na fülej! Na hát, nem tudom, valami történhetett ezeket. Féltem, nagy hirtelen, nagy fénnyel leszállt az angyal, eljött értem. Megfogta a kezemet, én becsuktam a szememet, úgy másztunk ki az ablakon. A pizsamámban, ahogy voltam, kinn a tetőn ácsorogtam, vártam, mi lesz a folytatás. A szárnyára ültem, felrepültünk, repülés közben énekeltünk.
megérkeztünk egy másik világba, bárányfelhők országába. Láttunk sok-sok színes békát, békatáncok eltáncolták gallábat. A jobb után a nagy is ott volt, felhőből volt, felhőcsókot, reám csókot, réptest sütött, meggyesett. Táncikáltunk körbe-körbe, barátom lett egy görbe-törpe. Furuljáztunk kánonban, autót vezettem a városban. Fagyit nyaltam, búvárkodtam, felhőtóban vitoláztam, felhőfolyóban úsztam én. Páromáztam, bukfenceztem, párnák között emberektem, láttam katicát, fegyesek. De figyelj csak, mi történt ezután? Napocska elkezdett feljönni az égen. És hirtelen reggel lett, anya bejött és ébresztett. Én felkelek, ígérem, de most az álmom el kell mesélnem. Felhő országban jártam, és képzeld, anya, annyi csuda dolgot láttam. Ilyen napot áttáncoltam, szalmabálán ukrántoztam, ruhámat a vízbe dobtam, mesztelenül futkároztam, futrinkával fogócskáztam, csillagokkal dobálóztam, szivárványon kézen álltam, jó hangosan kiabáltam. Forogtam és elszédültem, puha fűbe hátat öltem, lámát láttam, szedret szedtem, boccát ettem, kecskét fejtem. Jaj, anya, mondtam neki, holnap ugye eljössz velem te is. Jó álom volt, vagy rossz? Nagyon jó álom volt, bizonyám olyan jó álom volt, hogy azt kívántam, bárcsak tovább álmodhatnám még sokáig. Tehát azt elfelejtettem nektek mondani, hogy találkoztam én még az álmomban pingvinekkel is. Na ki tudja, honnan ismertem meg őket? Hogy néznek ki, milyen színűek? Fehérek és feketék. És ki tudja megmutatni, hogy hogy járnak a pingvinek? Na mutassátok! Így bizony, így totyognak a pingvinek. Na hát, aki szeretne eljárni egy csudaklassz táncot, az jöjjön ide közelebb, mert hogy képzeljétek el, azt mondták nekem ezek a pingvinek, hogy Fruzsi, tanítunk mi most neked egy táncot, és bármerre jársz a világban és gyerekekkel találkozol, tanítsd meg nekik, és egy szempillantás alatt pingvinekké fogtok változni. Sőt, akinek van kedve, az ide feljöhet hozzám a színpadra is, jó? És akkor együtt fogunk táncolni itt. Ide erre az oldalra, gyertek bátran, ott elő nyugodtan felmászhattok, gyere segítek. Nem is kell, olyan ügyes vagy. Na gyertek ide erre az oldalra állunk, jó? Jó, de örülök nektek, milyen sok kisgyerek jön, hát ez nagyon klassz. Na gyertek, gyertek, még arra az oldalra is lehet állni ám. Be tudtok jönni, vagy segítsek? Gyere, segítek, segítsek? Gyere, jössz? Gyere, jó nagyot lépjél. Ó, de ügyes vagy. Na hát akkor, ha már ilyen szép számmal összegyűltünk, szia! Itt van köztünk egy hercegnő, varázsló, csoda királylány is. Na! Akkor, ha felkészültetek, akkor ide állok előre, és mutatom a táncot, jó? Amit aztán utánozhattok, jó? Csináljátok utánam. Szóval úgy szól a dal, és hozzá a tánc, hogy dülöngélve totyogjál, körbe, körbe forogjál. Hadd lássam. Nagyon szép. Szárnyat csapkod, a lábad rázd. Ilyen egyszerű. Ez a pingvin tánc. És így tapsolunk hármat a végén. Na figyelj, megpróbáljuk még egyszer. Dülöngélve totyogjál, körbe, körbe forogjál. Szárnyat csapkod, a lábad rázd. Ilyen egyszerű, ez a pingvin tánc. És az a legügyesebb, aki kiabálja is a végén, hogy a pingvin tánc, jó? Na figyelj, akkor jöjjön a dal, és amikor mondom, akkor meg táncolunk.
Na figyelj! Fehér a has, fekete a hát, a hóban látnák a lábunk nyomát. Ha épp a déli sarkon járnánk, ahol nagyon hideg van, bálákkal úszhatnánk, cipő nélkül ballagnánk. Ha épp a déli sarkon járnánk, figyelj, jön a tánc! Ne! Ha pingvin táncot táncolunk, mi is pingvinné válhatunk. A jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat falhatunk. De most ülöngél a totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapkodd a lábad rázd. Ilyen egyszerű ez a pingvin tánc! A hóban alhatnánk, hideg lenne, de mi nem fáznánk. Épp a déli sarkon járnánk, bálákkal úszhatnánk, cipő nélkül ballagnánk. Épp a déli sarkon járnánk, figyelj, jön a tánc! Mert ha pingvin táncot táncolunk, mi is pingvinné válhatunk. A jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat falhatunk. De most ülöngélve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapkodd a lábad rázd. Ilyen egyszerű ez a pingvin tánc. Tánc, tánc, hogy tűnik kitart a láz. Mert örülsz, amikor pingvin látsz. Megleshetem majd én is azt, mennyire hideg a déli sark. Nézd, nézd, ahogyan változom át, megcsodálja az egész család. Mert csapkodok, mert táncolok, mert fekete fehéren pislogok. Na, hadd lássam! Vízből halakat falhatunk, de most ülök élve totyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnyat csapkodd a lábad rázd. Ilyen egyszerű ez a pingvinánc! Na hát egy nagy tapsot szeretnék kérni, meghajolhattok kis pingvinek. Na de ne menjetek még el, mert jó is, hogy itt vagytok, mert képzeljétek el, az álmomban volt még egy cirkusz is, egy olyan cirkusz, amit elvarázsolt a gonosz boszorkány. De tudok egy varázsigét, amivel vissza tudjuk változtatni. Úgyhogy ahhoz mindenkire szükségem van, nyugodtan hátul is lehet mondani a varázsigét, most megtanuljuk. Úgy szól a varázsige, hogy álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere-deppe, heppendre. Ez a varázsige. Heppere, deppe, heppendre. Jó? Na figyelj, még egyszer megpróbáljuk. Álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere, deppe, heppendre. Nagyon klassz. Akkor egy utolsó próbát csinálunk, de most már jó hangosan kellene mondani, hogy még itt hátul is hallják. Na figyelj! Álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket tölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere, deppe, heppendre! Na hát akkor elmesélem nektek, hogy mi is történt ebben a cirkuszban, és majd amikor szólok, akkor mondjuk a varázsigét. Na de addig elmondhatjátok nekem, hogy mi kikkel találkozhatunk a cirkuszban, kik vannak a cirkuszban. Bohócok, hát még? Mondja? Karmesterrel, így jön bizonyám a zenekar, ő irányítja. Hát még kikkel találkozunk a cirkuszban? Mondjátok! Boronmesterrel, oroszlánnal, mondja, elefánttal, bizonyám, na hát ebben a cirkuszban, puputevével. Na figyelj csak, mi volt ebben a cirkuszban! Gyere föl, nyugodtan! Áll a bál a cirkuszban, mert kint már tömött sorokban, jegyet várt a tisztelt közönség. Na de a boronmester elveszett,
A vidám pohóc morcos lett, a kötél táncos két bal lábbal kelt. A jósnő fejét csóválja, ha ez így megy tovább, nincs előadás. Bűvész Bálint pátyája összetört az ágyában, mert ráfeküdt a lusta oroszlán. Jaj! A kardnyelő meg kard helyett izgalmában karót nyelt, a zsonglőr pedig lyukas Markó lett. A jósnő fejét csóválja, na ha ez így megy tovább, nincs előadás. Bizony, ez az egész tiszta őrület. Jaj, 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 jaj! A cirkusz népen megveszett. Csak a varázslat segíthet majd, ha minden gyerek velem tart. Na hát akkor gyerekek, nyugodtan, akik lent vagytok, lent ültök, ti is segíthettek, ha van kedvetek, mert most jön a varázsiga. Tudjátok, amit elmondtuk, a terpesz. Na figyelj! Álljunk jó nagy terpeszbe, két kezünket töltsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere deppe, heppendre. Még egyszer, álljunk jó nagy terpeszbe, két kezünket töltsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere deppe, heppendre. És lásd csodát, a porondmester megkerült, a bohóc felvidult, a bűvész pálcája összefort, a karnyelő pedig összeszedte minden bátorságát. A nézőtér már dugik van, nők felvonulnak sorjában, a tapsviharban fülig ér a száj. A jósnő lábát próbálja, na jól van, akkor lesz előadás. A téboly kötté vált, a varázslatunk jól bevált. Hát emlékezz majd, heppere-deppe, heppendre! Na hát meghajol! Amikor egyszer engem a gonosz boszorkány békává változtatott. Szerintem, inkább ne üljetek le, hogyha nem vagytok már kicsit vizes a fű. Szóval képzeljétek el, békává változtatott. Én meg csak sírtam. És elmesélem nektek, hogy hogy is történt ez valójában. Gyertek, segítek, jó? Hopp! Egy napon a boszorkány a békás átkot szólta rám, ami így szólt addig, amíg meg nem csókol a kiválasztott szép király. Mi addig fogok a tóban ülni és sírva fogok egy jaj. Addig leszek zöld színű, míg ide ér a szép szemű, és pattanok a fehér lóra fel, s az átkom elszelel. Jaj! Teltek múltak a nappalok, az erdő bőszen hallgatott. Nem jött erre senki más, csak Tóbiás a félnótás. De én tudtam addig, amíg meg nem csókol a kiválasztott szép király. Mi addig fogok a tóban ülni és sírva bregegni. Addig leszek zöld színű, míg ide ér a szép szemű, és pattanunk a fehér lóra fel, s az átkom elszelel. Na figyelj csak! Majd egy nap erre tévedt, bedobtam a csábos éned, áfonya ízű csókot lehet rám ide az arcomra. A külsőn visszanyeltem, több legyet le nem nyeltem, hát így szólt az én mesém. Emlékszem még, hogy sírtam én, elvarázsolt békaként. Na és akkor most készítsük elő mindkét tenyerünket, hadd lássam! Hadd lássam hátul is, és összeütjük, figyelj!
jobban szól a dal. Addig, amíg meg nem csókolt a kiválasztott szép királyi, addig kellett tóban úsznom és sírva bregni. Addig voltam zöld színű, míg ide írt a szép szemű, és pattantunk a fehér lóra fel, s az átkó messze lett. Hát képzeljétek, a végén így lett happy end. Velem, és hogy ilyen ügyesen táncoltatok, és hogy segítettetek visszavarázsolni ezt a cirkuszt. Én mindenkinek csodaszép napot kívánok mára. Nagyon izgalmas programok vannak, úgyhogy érezzétek jól magatokat. És ha az eső elkezden esni, akkor hangosan kell énekelni a süsfel napot. Ez egy bevált recept. Sziasztok! Ja, még nem megyek el. Várjatok egy pillanatot. Azért, hogy merre láthatnak itt téged, mert mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelent az a bizonyos kanapés rész, mit jelent nálunk a konyha, mitől családbarát a családbarát, ha lépsz tovább, akkor merre? Én éppen most Kispesten fogok fellépni még a mai napon, aztán a szeptembert egy kicsit pihenősebbre hagyjuk, úgy döntöttünk, mivel én most kezdtem el teljes állásban dolgozni egy óvodában, úgyhogy még szeretnék a gyerekekkel jobban megismerkedni és teljesen ott lenni. Úgyhogy legközelebb pedig októberben, akkor fogok a Puskin moziban, valamint Veszprémben, meg még az országban. Igen, mászkálok így az országban, valamint egy országhatáron kívül is. Jó. Rendben, mondom, az a sárga irigység ezt meg az utazásaid miatt. És akkor, ha már ígértél programot, köszönjük szépen még egyszer, Fuzsi. Én is nagyon köszönöm, akkor és nagyon ügyesek voltatok. Sziasztok! Gondolom, nem kell elmondani itt a család barátban, minden a család körül forog, tehát van nálunk. Na hát, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Arra kérnélek nyugodtan, Fanyisok is, hogy gyertek ide előre, jó? Ezt, ujjajajaj! De komolyan nem lesz ilyen többet, reméljük, és akkor nézzétek, csak én is ide ülök hozzátok. Leülhetek? Vagy akkor gerjedni fog a mikrofon? Ja? Akkor amíg ott beállítódik a dolog, addig ide ülök hozzátok. Na gyertek már ide hozzám! De szeretnék veletek beszélgetni egy kicsit, amíg nem kezdjük el. Finom a fagyi első kérdésem, igen? Hú, akkor lehet, hogy majd én is eszem egyet. Ti is jöhettek ám bátran. Na hát, azt mondják meg nekem, hogy hát is lehet ám válaszolni a kérdésemre. Szóval, tegye föl az a kezét, aki szeret énekelni. Nem szeretek énekelni? Hát mondd, hogy már. Akkor azt tegye föl a kezét, aki szeret táncolni. Persze, akik fagyit esznek, azok csak fagyit enni szeretnek? Igen? Hát ez nagyon klassz. Na akkor aki szeret kiabálni? Na végre! Aki szeret tapsolni? Na hát ma itt mindegyiket fogjuk csinálni. Na azt mondjátok még meg nekem, hogy ki az közületek, tegye fel a kezét, aki szokott álmodni? És mikor szoktunk álmodni? Éjszaka bizonyán, vagy a délutáni alvásnál lefekszünk, behúnyjuk a szemünket, és elrepülünk álomföldre. Na hát én most elmesélem nektek a tegnap éjszaka álmodott álmomat. Nagyon füleljetek, nagyon figyeljetek a szövegre, és majd ti megmondjátok, hogy szerintetek jó álom volt, vagy szedben, vagy ilyenés közben menni fog. Jó, na figyelj! Tegnap éjjel az ágyikomban lettek visnél, én azt kívántam, mikor anya leoltja a nagy lámpát, küldjön értem egy angyalkát. Anya kiment, álmos lettem, túl sötét volt, kicsit féltem, majd hirtelen nagy fényjel leszállt az angyal, eljött értem. Megfogtam a kezemet, én becsuktam a szememet, úgy másztunk ki az ablakon. A pizsamában, ahogy voltam, kinn a tetőn ácsorogtam, vártam, hogy mi lesz a folytatás. A szárnyára küldtem, berepültünk, repülés közben énekeltünk. Megérkeztünk egy másik világba, bárány.
Hát még a táncunk eltáncolták ballában. A jobb után a nagy is ott volt, felhőből volt, felhőcsókot, reám csókot, rétest sütött egyesen. Táncikáltunk körbe-körbe, barátom lett egy körbe-törbe. Furuljáztunk kánonban, autót vezettem a városban. Vagy itt nyaltam, búvárkodtam, felhűtóban vitoláztam, felhőfolyóban húztam én. Fármáztam, bukfenteztem, párnák között hemperegtem, láttam kapitán megyesen. S képzeljétek, ez után mi történt? A napocska elkezdett feljönni az égre, és egyre világosabb lett. De figyelj csak! Hirtelen, reggelen, anya bejött és ébresztem. Én felkelek, anya ígérem, de most az álmom el kell mesélnem. Felhő országban jártam, és képzeld, anya, annyi csuda dolgot láttam. Éjjel-nappal táncoltam, szalmabálán ugrándoztam, ruhámat a vízbe dobtam, messzelenül futkároztam, futrinkával fogócskáztam, csillagokkal dobálóztam, szivárványok kézen álltam, jó hangosan kiabáltam, forogtam és elszédültem, fuvafűbe hátra döltem, támát láttam, szedret tettem, hozzátettem, kecskét fejtem. Jaj, anya, mondtam neki, holnap ugye eljössz velem te is. Na, mit gondoltak? Szerintetek jó álom volt, vagy rossz? Jó álom volt, olyan jó álom volt, hogy azt kívántam, bárcsak tovább aludhatnék, hogy tovább álmodhatnám ezt a sok-sok csodás dolgot. De azt elfelejtettem nektek mondani, hogy találkoztam én még az álmomban pingvinekkel is. Na, ki tudja, hogy honnan ismertem meg a pingvinekkel? Hogy néznek ki? Csőrük van, igen, de hogy? De milyen színűek a pingvinek? Fehérek és feketék. És azt ki tudja megmutatni, hogy hogyan járnak a pingvinek? Ti nagyon ügyesek vagytok. Ne üljetek le, mert képzeljétek, mondom, ne üljetek le. És leülnek, hát nézzenek oda. Mert képzeljétek el, azt mondták nekem ezek a pingvinek, hogy te Fruzsi, tanítunk mi most neked egy táncot, és akármerre jársz a világban és gyerekekkel találkozol, taníts meg neki, és egy szempillantás alatt mindannyian pingvinekké fogtok változni, úgyhogy lejövök ide hozzátok. Lemehetek? Lemegyek! Ugrottam. Ez nem volt valami nagy ugrás? Na jó, van, akkor majd következőleg összeszedem magam. Na, figyeljetek! Csajok, ti is álljatok fel, arra kérlek benneteket, jól megmozgatjuk magunkat. No! Tehát, úgy szól a szöveg, és hozzá a tánc. Figyeljetek, először is mutassuk meg, hogy járnak a pingvinek, mindenki kezdje. Így, totyog meg, bizonyám. Na figyelj! Szóval, dülönk érte, totyogjál, hatása, körbe-körbe forogjál. Szárnyat csapkod, a lábad rázd, ilyen egyszerű. Ez a ping-ping tánc. És itt a végén az az ügyes, aki kiabálja, hogy a ping-ping tánc. Jó hangosan. Na, figyelj, megpróbáljuk még egyszer. Dülönk élve, totyogjál, körbe-körbe forogjál. Szárnyat csapkod, a lábad rázd, ilyen egyszerű. Ez a ping-ping tánc. Nagyon klassz lesz. Hát akkor jöjjön a dal. És indul a tánc mindjárt, majd szólok, hírpár is. Fehér a has, fekete a hát, a kóban látnák a lábunk nyomát. Ha épp a téli sarkon járnánk, ahol nagyon hideg van, bánák aludhatnánk, a cipő nélkül baladnánk. Ha épp a téli sarkon járnánk, figyelj, jön a tánc! Mert ha ping-ping táncot táncolunk, mi is ping-pingre válhatunk. A jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat halhatunk, de most ülök élve, tudjuk.
dobjál, körbe-körbe forogjál, szállj, csapkodd a lábad rá, ilyen egyszerű. Ez a ping-ping tánc! A póban adhatnánk, hideg lenne, de mi nem váznánk, ha-ha! Épp a déli sarkon járnánk, abban a nagy hidegben. Bánákkal húzhatnánk, cipő nélkül ballagnánk, épp a déli sarkon járnánk. Figyelj, jön a tánc! Ne! A ping-ping táncot táncolunk, mi is ping-pingnél várhatunk, a jégen hason csúszhatunk, a vízből halakat balhatunk, de most ürömérve togyogjál, körbe-körbe forogjál, szárnya csapkodd a lábad rá, ilyen egyszerű ez a ping. Amikor ping-ping lát, megleshetem, majd én is azt, hogy mennyire hideg ez a téli sar. Még nézd, ahogy a változom át, megcsodálja az egész család. Mert csapkodok, mert táncolok, mert nekem nem fehér a kristagok. Na figyeljétek, hatásom a táncot! Na még egyszer! Mert ha ping-ping táncot táncolunk, mi is ping-pingnél válhatunk, a jégen hason csúszhatunk, a vízben halakat marhatunk, de most különnyél nem tudjunkjál, körbe-körbe forogjál, szárnya csapkodd a lábad rá, ilyen egyszerű ez a ping-ping. Nagyon ügyesek voltatok, hát egy nagy tapsot, mi is megtapsoljuk magunkat. Hát ilyen ügyes kis pingvinek adtam nektek, hogy az álmomban volt még egy cirkusz is. Egy olyan cirkusz, amit képzeljétek el, elátkoztak a gonoszba, az arkány elátkozta azt a cirkuszt. Semmi sem úgy ment, ahogy mennie kellett volna. De én tudok egy varázsigét, amit ha együtt elmondunk, akkor vissza tudjuk változtatni. Elmondjátok velem? Na, ne menjek, már el kellettek a varázsigéhez. Hát különben nem fog sikerülni, amíg iszik meg, pár jó perce. Vagy a sielség kicsit léci. Na szóval, az a lényeg, hogy ezt a varázsigét nagyon hangosan kellene mondanunk, jó, együtt. Torkunk szakadtából fogjuk kiabálni. Készen vagytok, minden oké? Varázsigére készen lettem. Akkor mondom, hogy hogy szól a varázsige. Figyelj, úgy, hogy... Ja, nem tülök élvet, hogy járni másik. Szóval, álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket töltsérve, kiabáljuk egyszerre, heppere, deppe, heppendre. Tehát heppere, deppe, heppendre. Na hát akkor próba egy. Figyelj, álljunk jó nagy terpezbe, két kezünket töltsérve, kiabáljuk egyszerre, heppere, deppe, heppendre. Hát én nem hallok olyan jól egyébként, azt lehet tudni rólam, de most tényleg nem hallottam semmit. Úgyhogy most már lehet mondani, jó, bátran, kiabáljuk. Figyelj, álljuk jó nagy terpezbe, két kezünket töltsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere, deppe, heppendre. Jó. Utolsó próba, hogy azért már jól menjen a dal közben, nehogy itt a végén a cirkusz mit maradjon, és ne is varázsolódjon vissza. Na figyelj! Rajta! Álljuk jó nagy terpezbe, két kezünket töltsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere, deppe, heppere. Nagyon klassz. Na hát akkor elindul a dal, annyit még mondjatok már el nekem, hogy milyen állatokkal találkozhatunk a cirkuszban, meg egyáltalán kikkel, nem csak állatokkal. Elefántok. Elefántok, hát még. Elefántok. Igen, még elefántokkal, hát még. Elefántok. Elefántokkal, nagyon sok elefánttal találkozhatunk, hát még. Gonócok. Az elefántot mondod. Elefánt. Hát elefánt, nagyon sok elefántat, de még egyet mondjál. Akrobatát.
Nagyon ügyes, hogy akrobatákkal is találkozhatunk. Na hát akkor elmesélem, hogy mi történt, mondja. Oroszlánnal is fel. Na most már szeretném nagyon elmesélni, hogy mi történt ebben a cirkuszban. Jó, jól figyelj, és szólni fogok, hogy hol jön a varázsigem. És áll a cirkuszban, mert kint már tömött sorokban jegyet vált a tisztelt közönség. Na de a boronmester elveszett, a vidám bohóc morcos lett, a kötéltáncos két bal lábbal kell. A jósnő fejét csóválja, na ha ez így megy tovább, nincs előadás. Kardnyelő meg kard helyett izgalmában karót nyelt, a zsonglőr pedig lyukas magú lett. A jósnő fejét csóválja, na ha ez így megy tovább, nincs előadás. Ez az egész tiszta őrület, őrület, úgy bizony a cirkusz szépen megveszett. Csak a varázslat segíthet majd, ha minden gyerek feledal. Na hát akkor gyerekek, most készüljetek föl hangilag, meg lábilag, meg kézileg, mert figyeljetek, vagyis hogy most mondjuk a varázsigét. Na figyelj! Álljunk jónak tervezve, két kezünket kölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere deppe, heppente, és álljunk jó nagy tervezve, két kezünket kölcsérbe, kiabáljuk egyszerre, heppere deppe, heppente, és lásd csodát, a boronmester megkörült, a bohóc felvidult, a bűvészpálcája összeforrt, a karnyelő pedig összetette minden bátorságát. A nézőknél már dugik vannak, felvonulnak sorjában, a tapsviharban ülig ér a száj. A jósnő lábát dobálja, na jól van, akkor lesz előadás. A téboly közté vár, a varázslatunk jól bevár. Hát voltatok. Nem tudom, hogy hát lehetett-e hallani, de én itt elől hallottam, úgyhogy egy nagy dicséret mindenkinek. Nyugodtan lecsücsülhettek, jó? Mert olyan nagyon fárasztó mozgásokat csináltunk két, hogy tudom, öreg csontjaitok már elfáradtak. Na de, erről jut eszembe a varázslatról. Képzeljétek el, nem is olyan régen megesett velem, hogy a gonosz boszorkány békává változtatott. Én meg csak sírtam. Hát és elmondom nektek, hogy is történt ez az egész, jó? Úgy bizony, egy napon a boszorkány a békásákot szólta rám, ami így szólt addig, amíg meg nem csókol a kiválasztott szép királyt, így addig fogok a tóban ülni és sírva megégni. Addig leszek zöld színű, még ideér a szép szemű, és pattanunk a fehér lóra fel, s az átkom elszelel. Aztán, jaj, teltek múltak a nappalok, az erdő bőzen hallgatott, semmi más nem csinált, és nem jött arra senki más,
Csak Tóbiás a félnótás, de én tudtam addig, amíg meg nem csókol a kiválasztott szép királyfi, addig fogok a tóban ülni és sírva prengetni. Addig leszek zöldszínű, míg ide ér a szép szemű, és pattanunk a fehér lóra fel, s az átkom elszelen a figyelj. Majd egy nap erre téve, bedobtam a csávos énem, áponya ízű csókot lehet rá, itt az arcomra, a külső visszanyertem, több legyen, le nem nyertem, hát. Így szólt az én mesém, emlékszem még, hogy sírtam én, elvarázsol még a kép. Akkor most előkészítjük a két kezünket, és összeütjük jó hangosan. Figyelj! Hatalja! Na, ki tud hangosabban tartson? Ó, nagyon ügyesek vagytok, Napi! Egy, két, fel! Addig, amíg meg nem csókolt a kiválasztott szép királyfi, addig kellett tóban úsznom és sírva rengegni. Addig voltam zöld színű, míg ideért a szép szemű, és pattantunk a fehér lóra fel, s az átkom elszelel. S hát képzeljétek, így lett a végén. Happy end! Na mit gondoltak, milyen érzés lehetett nekem békának lenni? Rossz? Szerinted jó volt? Tényleg? Te voltál már valaha béka? Nem még, hát igen, elég rossz volt. Valakit már varázsoltál a gonosz boszorkány bármivé is? Téged mivé? Dínóvá. Dínóvá varázsolt egyszer a gonosz boszorkány? De azt mondjuk klassz lehet, én nagyon szeretem a dínókat. De ez a béka dolog, hát ez kicsit furcsa volt. Annyira, hogy nem is tudtam, hogy létezik ilyen. Én azt hittem, hogy csak a mesékben van ilyen, de kiderült, hogy nem. Ti szoktatok-e meséket olvasni? Laci, te szoktál? Kötelező. Három gyermekem mellett ez elengedhetetlen. Igen, Laci szokott meséket olvasni. Azt hittem, hogy nem tudod, hogy három gyermekem van. Vagy inkább azt kérdezem tőletek, hogy anya, apa szokott meséket mondani nektek? Igen? Na hát én nagyon szeretem a meséket, képzeljétek el. Egyszer elképzeltem, hogy milyen lenne, ha beleugranék egy pöttyös mesekönyvbe, és csak így baktatnék. Pám, párám, párám, párám. És miket látnék abban a mesekönyvben? Na hát elmondom nektek. Párám, 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 párárárárá. Most húgy be a szemed és ugorjunk be ebbe a pöttyös mesekönyvbe. Olyan ez, mint egy csodás álom, ha mesevilág útját járom, itt hetet kétszínű virágok. Hát pont az az illat, amit imádom, ott hetet kétfejű sárkányok. A sűrű erdő most átvágunk, és a várány felhő nekünk vége. Belegeli a felhő réted, ott messze látod, szívcsókot vált a tündér. A buli pincsóból integet, egy borostyán szemű kis gyerek. Hetet hét országon túl látod, bárki megtörténhet. Velem van, param, param, parararám, parararám. A kocskaringós te jut mellett, veszünk fényes csillagtelket. A bocsi, a potyautas potyázik, a kis csikóval mókázik. Meglessük a boszorkányt, ahogy elátkozza a királylányt. Egy szarvúra felpattanunk, vágtatunk, lobog a szélhajunk. Itt hetet hét színű virágok, hát pont az az illat, amit imádok. Ott hetet hét fejű sárkányok, a sűrű erdő most átvágunk, és a várány felhő nekünk vége.
orostyás szemű kisgyerek. Ennek országon túl látom, bármi megtörténhet. Ba-ra-b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 a-ra
Ennek a beugrunk egy mesekönyvben. Na de arra gondoltam, hogy egy kicsit a hangunkat megtornáztatjuk, s elkerekedünk mindannyian, és egy fakerekű kocsival elindulunk a vásárba. Mit szólsz hozzá, Laci? Én benne vagyok. Te elmész a vásárba? Én elmentem. Jó, hát akkor gyerekek, kerekedjünk föl, és... Én elmentem a vásárba. Én elmentem a vásárba. Ki az, aki ismeri? Én. Hát akkor énekeljük. Tyúkot! Tyúkot lettem a vásárba, féltén hangosan. Tyúkot mondja kikrágot, kár kikrom, édes tyúkom, én is van egy fél pénzem. Na hát, ha tyúk van, akkor mit vegyünk még mellé? Kakas! Na figyelj! Én elmentem a vásárba, fél pénzem. Kakas tettem a vásárba, fél pénzem. Kakas mondja, kukurintó! Tyúkom mondja, kitrágot, kár kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Na mit vegyünk még? Milyen állatot? Na? A csirkét? Csibét? Ami azt mondja, hogy csip-csip. Akkor vegyük csibét, jó? Én elmentem, szeretném hallani. Fél pénzem. Csibét tettem a vásárba, fél pénzem. Csibé mondja, csip-csip-csip. Kakas mondja, kakarító. Tyúkom mondja, kikrágot. Kár kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Na most meg milyen állatot? Vegyünk lovat, az jól jön otthonra. Na figyelj! Én elmentem a vásárba, fél pénzem. Lovat tettem a vásárba, fél pénzem. Lovat mondja, ki-ha-ha. Csibé mondja, csip-csip-csip. Kakas mondja, kakarintó. Tyúkom mondja, kikrágot. Kár kittyom, édes tyúkom, mégis van egy fél pénzem. Még kettő fél pénzünk van, kettő állatot vásárolhatunk. Melyik legyen az egyik? Vegyünk disznót, jó? Hát az is elkér. Jó? Na figyelj! Én elmentem a vásárba, fél pénzem. Disznót tettem a vásárba, fél pénzem. Disznó mondja, röp, röp, röp. Lovan mondja, ki-ha-ha. Csibé mondja, csip-csip-csip. Kakas mondja, kukurintó. Tyúkom mondja, kitrágot. Kár kittyom, édes tyúkom, mégis van egy utolsó félpénzem. Na mondjad! Kutyát! Na jó, hát akkor egy kutya azért az jó a háznál. Én elmentem a vásárba, fél pénzem. Kutyát vettem a vásárba, fél pénzem. Kutyám mondja, bau, bau, bau. Disznó mondja, röp, röp, röp. Lovam mondja, nyip, apa. Csivé mondja, csip, csip, csip. Kakas mondja, kukurintó. Tyúkom mondja, kitrágot. Lárj, kittyom, édes tyúkom, elfogyott a fél.
jól van, akkor ennek nagyon örülök. Bocsánat, egy kicsit ki kell fújnom az ujjamat, megfogod nekem a mikrofon. Ezt most megértem, Zsuzsi. Pollen szezonban nem vagyok még megfázva, sokan fújják az orrukat. Köszönöm szépen. Na hát akkor, hogyha már elment, ki emlékszik, hogy mit mondtam, mivel mentünk a vásárba? Na, papjerekű kocsival. Na akkor gyertek, gyertek, álljunk föl, jó? És fogjuk meg, egy körbe álljunk, jó? Próbáljuk meg egy ilyen kört alakítani, oké? Okay? Gyertek, fogjátok meg egymás kezét. Én leszek itt most a kocsinak az eleje. Fogd meg a... Úgy, de ügyes vagy! És meg fogunk tanulni egy nagyon klassz kis mondókát. Na, úgy fogd meg annak a kislánynak a kezét. Vagy mindjárt jövök. Gyere, beállsz a kocsiba? Gyere, nem bar, komolyan, akkor gyere. A kezét, te is beállsz. Bocsi, akkor gyere. Várjál, ja nem tudom, te kicsit becsatodom, nehogy itt rálépjem. Na szóval, mert ugye tudjuk a kocsiról, hogy először elindul, akkor még lassan megy a domb tetején, és elkezd gurulni, és gyorsul, és gyorsul, és gyorsul, és gyorsul, nagyon gyors lesz. Na hát akkor úgy szól a mondóka, hogy először elmondom, figyelj. Fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek. Ez egyszerű, nem nehéz, ugye? Na megpróbáljuk még egyszer, figyelj. Fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek. Na figyelj, hogy megy? Hogy érzitek, hogy már tudjátok mondani? Na figyelj, megpróbáljuk még egyszer. És fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek. Na most egy picit megállunk. Ki az, aki tudja már? Tudjátok? Menni fog? Na hát akkor elkezdjük, jó hangosan mondja. Fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek. És hát képzétek el, ezt énekelni is tudjuk. Úgy van, hogy... Fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek. Fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek. És akkor most gyorsul egy picit a kocsi, figyelj! Fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek, nevet. Na még gyorsabban, figyelj! Fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek, nevet. Na még gyorsabban, figyelj! Fut a kocsi kereke, domboldalról és a leggyorsabban meg! Fut a kocsi kereke, domboldalról lefele, kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek. Kanyarok és tekerek, nevetnek a gyerekek, nevetnek a gyerekek. Kocsapnak a gyereket, ha-ha-ha-ha-ha-ha! Nagyon klasszak voltatok! Messzire, mert egy kicsit kiabálni fogunk, jó? Azt mondtátok, szerettek kiabálni, igaz ez? Na hát, akkor még egyszer szerettek kiabálni? Igen! Akkor még egyszer megkérdezem, szerettek kiabálni? Igen! Na hát erről van szó, mert képzétek el, van nekem egy jó barátom, őt úgy hívják, hogy Józsika, és kicsit lugos szegény, azt hiszem, hogy talán nincs ki mind a négy kereke, fura dolgot mond, meg csinál, meg eszik, meg mindenféle ilyesmi, és el is éneklem, hogy milyen, de amikor felemelem a kezemet, akkor azt kellene kiabálni, hogy majd szól. Oké, menni fog? De azt, hogy majd szól. Mit jelent ez a szó? Eszik bizonyán. Na figyelj, felemelem a kezem, és majd szól! Na figyelj, megpróbáljuk még egyszer. Majd szól! Még egyszer. Majd szól! Leghangosabban egy utolsó próba. Majd szól! Na erről van szó.
hogy jöjjön oda a Józsikáról, és amikor pedig emelem a kezem, akkor énekeljük. Józsika, Józsika csápol, rázkarikán egedülteket, rípafüridal a csendül, pancsalidó hasad üllen. Józsika, Józsika boxol, hasba bükölve a holdat, az eherész puha gombóc, vénkezze vissza bobozgat. Na figyelj! Józsika, Józsika, hajszott! Tuti mézzel a hagyma, sajtos ember vagy ikra, s kell csoki öntet a babra. Józsika, Józsika alszik, forgyogik a csapasz az álma, zöld egerek, lila macskák, dömbbe szöcükkel a párna. Na figyelj! Józsika, Józsika, hajszott! Tuti mézzel a hagyma, sajtos eter vagy ikra, s kell csoki öntet. Na még egyszer, figyelj, jó hangosan, Józsika, Józsika, hajszott! Tuti mézzel a hagyma, sajtos eter vagy ikra, s kell csoki öntet. A legutoljára, leghangosabban, figyelj! Józsika, Józsika, hajszott! Tuti mézzel a hagyma, sajtos eter vagy ikra, s kell csoki öntet a babra, de Józsika. Nagyon jól kiabáltatok, és akkor most pedig képzeljétek el, hogy a Helen Doronos gyerekekkel fogunk nektek énekelni valamit. Egy nagyon klassz kis dalt ide fognak társulni. Én állok itt a szélén, jó, gyertek ide mellém. És az állatokról fogunk nektek énekelni egy dalt. Én egy kicsit előrébb tartom a mikrofont, hogy titeket is lehessen hallani. Jó hangosan lehet énekelni. Mi ismerjük egymást. Hello! Jaj, de megörültem. Tessék! Szerintem jöhet még egy mikrofon, hogy titeket is halljanak, jó? Hangosan, jó? Mert annyira szeretünk énekelni. Akkor, hogyha mindenki kész, ti kész vagytok? Megnézzük, be van a kapcsolva. Lá-lá-lá-lá-lá. Na hát akkor, jó hangosan mehet fiúk, lányok. Reméljük, én nem essem le. Na hát akkor indulhat. Jó, hogy itt táncoltok is. Én nem. Goldfish in a bowl, a guinea pig in a hole, a rabbit in a hatch, I love them very much. An iguana on the wall, a cat in a hole, a bulldog and a chair, and canaries in the air. You have a shot. Köszönöm a figyelmeteket, és hogy ilyen szépen énekeltetek, tapsoltatok, kiabáltatok velünk. Szeretnék egy tapsot kérni Lacinak meg a gitárjának. Köszönöm szépen!
mellettem pedig Kovácsovics Ruzsina. Tapsolják! Nagyon! Köszönöm szépen! Ruzsi. És mindenkinek további szép napot, sok érdekes programot! Sziasztok! Sziasztok!